Előről és hátulról is megerőszakolták a március 8-án brutálisan meggyilkolt 7 éves szexádi kislányt, erről ír a riposzt. Stábunknak is ugyanerre utalt Leonetta édesanyja a gyilkosság másnapján. Azt nem értem, hogy a nadrágja mi nem volt rajta. Ez egy kicsit furcsálom. Ráadásul a család tagjai szerint nem csak a kislány 19 éves unokatestvére vett részt a brutális gyilkosságban és a nemi erőszakban, szerintük az egyik szomszéd is jelen volt, akivel néhány nappal korábban összeszólalkozott Leonetta édesapja. A kislánya hányszor ment onnan, mindig beszólogatott neki. És valamelyik nap is mondta neki, fulladj meg a tejába, átkozta a gyerekeket, meg ha elkap minket egyenként, megöl minket, hát akkor most egyenként elkapta szerintem a lányomat. A riposzt is ugyanerről ír. A portál a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva azt állítja, hogy Leonettát előről és hátulról is megerőszakolták. Az azóta már börtönben levő K. Dániel DNS-ét viszont nem találták meg a lány testnyílásaiban. A cikk szerzője szerint a gyilkossággal gyanúsított férfi nem mondta el a rendőröknek a teljes igazságot, titkolja, hogy kivel követték el a szörnyű tettet, azt viszont elárulta, hogy a bűncselekményben résztvevő másik férfi azóta már külföldre menekült. Kerestük telefonon K. Dániel ügyvédjét is, aki viszont azt mondta, a rendőrségi kihallgatások során fel sem merült, hogy más is részt vett volna a brutális gyilkosságban és nemi erőszakban.